Kovács Judit 15 évig dolgozott a megyei levéltárban történész és levéltárosként. Amikor véget ért ez a szakasz az életében, még nem tudott úgymond szabadulni a múlttól. Levéltárosi munkája után kezdett el idős emberekkel életút interjúkat készíteni. 70 évestől kezdődően 100 éves megszólalója is volt az írónak. Beszéltek nekem a 20. század nagy-nagy traumáiról, háborúról, kulákküldözésekről, és így tovább. És ennek kapcsán olyan történeteket, olyan traumatikus történeteket hallottam, amelyeket levéltárosként, történészként, vagy egyáltalán hétköznapi emberként soha nem ismerhetünk meg, nem tanuljuk az iskolában, nincsenek dokumentálva, miközben pont a hétköznapi emberek élete adja ki a történelem egészét, ha így fogalmazhatok. Ahogyan ők megélték. Ahogyan ők megélték. A kollektív traumákkal terhelt 20. század az írónő regényeiben is nagy szerepet kapott. Kovács Judit szerint a múlt inkább dicső részére szeretnek az emberek emlékezni, pedig a hibáiból lehet tanulni. Amikor az író találkozott az általa megkérdezett személyek történetével, akkor tudta, hogy feladata van ezekkel. A háború után az első regényem Megtagadva címmel Nyíregyházán játszódik. És amit itt átéltek az emberek, az első légitámadásoktól egészen a nők megerőszakolásán át a Málenki robotra húzolásig tartalmazza. Nos, amikor elment a front, akkor elkezdték az orosz katonák Málenki robotra összeszedni az embereket. És az egyik férfinak elkapták a nagyfiát. Ő elment, hogy az orosz katonai parancsnokságra, hogy kiszabadítsa a fiát. Tudott beszélni velük oroszul, mert az első háborúban fogságban volt és megtanult. Azt mondták neki, elengedjük a fiadat, de 10 másikat állítasz helyére. Ez az ember 2 szovjet katonával járt házról házra, és ő mutatott rá arra 10-re. A 10-ből senki nem tért haza. A 80-as években nagyon beteg volt ez az ember, és haldoklott, de nem bírt elmenni. Küldetett egy Ilonka néni nevű személyet, egyedül ő volt életben az egyik elhúzoltnak a felesége. Ő azt mondta, elment hozzá, és azt mondta, hogy helyettük megbocsátok, de a lelki ismeretével maga számoljon el. Amikor kijött a kapun, szaladtak utána, hogy meghalt ez az ember. És amikor ezt a történetet én hallottam, akkor nem hagyott nyugodni sokáig. Az író saját munkásságát így jellemzi. A regényeim főszereplői kis emberek, akiket akár akarják, akár nem, elsodor a történelem. Hogy miként alakul a sorsuk, azt előre nem lehet megmondani. A hőstettek mellett mindig ott vannak a bűnök, a gyávaság és az árulás is.